Megnyitották hétfőn a 7 éve zárt alkáimi átkelőt az iraki-szíriai határon. Az átjárást eddig csak katonai és kormányzati járműveknek engedélyezték a nyugati iraki Ambár tartományban található határátkelőn. Irakban Alkáim volt az iszlám állam terrorszervezet utolsó állása, a települést 2017-ben foglalták vissza. Ambár tartomány kormányzója szerint a határnyitás jó hatással lesz az iraki szírkereskedelmi kapcsolatokra és a térség stabilitására. A megnyitón a szíriai belügyminiszter a szomszédos tartományból Albukamalból átsétált iraki területre. A két ország katonái öleléssel üdvözölték egymást. Az iszlám állam 2014 nyarán foglalt el régiókat a két szomszédos állam területén.